Eljöjj, vár a mi Istenünk! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt a templomban ünnepel velünk, és azokat is, akik a képernyőn keresztül kapcsolódnak be mai Isten tiszteletünkbe. Útmutatónk egyik mai igéjével, hadd köszöntsem a testvéreket, zsidókhoz írt levél 3:15-ből. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ugye, milyen gyakran tudunk mi dacosak lenni, amikor valaki ránk szól, megszólít, de nem olyan szóval, ahogy mi azt elvárnánk, és akkor inkább lezárunk, hogy én erre nem vagyok kíváncsi. És bizony hajlamosak vagyunk olykor az Istennel szemben is így lenni, hogy amikor ő szól hozzánk, nem úgy, ahogy mi azt elképzelnénk, nem úgy, ahogy mi azt elvárnánk, és megkeményítjük szívünket. Mit jelent ez a képes beszéd? Lezárjuk. Nem érdekel. Engem ez nem fog meg. Nem hagyom, hogy közel jöjjön hozzám. Hát adja Isten, hogy ez a hozzáállás ma ne legyen bennünk, hanem tudjunk nyitottan az Isten szavára jelen lenni, ő ráfigyelni. Így szeretném megosztani mai napon a gyülekezeti hirdetéseinket. Meggyújtottuk az oltárunkon a megemlékezés gyertyáit. A mai napon szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében emlékezünk meg szerettei családja körében a 25 éve elhunyt testvérünkről, Sógorka Istvánról. Isten igéje 1 Péter 1:3-ból szól vigasztalásul hozzánk. Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménysége. Ebből a hosszú mondatból az élő reménysége figyeljünk ma, amely nem múlik el, amely még sok évvel, évtizeddel is a gyász után, a veszteség után is szól hozzánk, hogy élő reménységünk van Krisztusban. Ma is elérhető, és ma is létező ez a reménység, hogy aki már életében Krisztusé, az ebből az életből az örök életbe megy át, ahol a boldog viszontlátás lesz a részünk. Ez az üzenet vigasztaljon ma bennünket. Az emlékezőkkel együtt érezve a befejező oltári imádságban fogunk együtt könyörögni. Hirdetem továbbá alkalmainkat, amely a jövő héten igen számos lesz, ezért a kivetítőre is ezt kiírtam. Jövő héten, hétfőn, 5 órai kezdettel presbiteri gyűlése hívogatom az érintett testvéreket, a papír alapú meghívót már megkapták a héten. Kedden felnőtt kórus lesz, ez egy új alkalom, készülünk húsvétra. 17 óra, bocsánat, köszönöm a pontosítást, tehát 17 órakor lesz a kórus alkalom, ahol szeretettel hívjuk, várjuk a testvéreket, aki még szeretne becsatlakozni. Ez abból az alkalomból gondoltuk ezt az indítást, hogy húsvét hétfőn egy különleges ünnepi istentiszteletünk lesz, amelyen a Kossuth Rádió élőben közvetíti az alkalmunkat országszerte, és szeretnénk ezzel is díszesebbé tenni ezt az alkalmat, hogy felnőtt kórussal énekelni ezen az ünnepen. Úgyhogy erre gyakorolunk, erre készülünk, tehát kedden 5 órai kezdettel lesz a kóruspróba. Aztán szerdán 5 órai kezdettel ökumenikus szinódus néven lesz egy testvéri beszélgetés a falu gyülekezeteiből, jövünk össze néhányan, és arról szól ez a beszélgetés tulajdonképpen, hogy megosztjuk egymással a tapasztalatainkat. A Covid-járvány minden gyülekezetben, minden felekezetben nagy kihívásokat, sokszor a gyülekezetek leépülését hozta, és szeretnénk megújulni, megosztani egymással is a örömöket, kihívásokat, és talán egymástól is tanulni, hogy hogyan lehetne egy ilyen helyzetben megújulni. Úgyhogy ide is szeretettel hívogatok minden érdeklődőt, szerdán 5 órai kezdettel. Utána pedig pénteken délután 4-től egyházmegyei elnökségi találkozó lesz.
szintén a gyülekezeti teremben, ahova az egyházmegye lelkészeit, felügyelőit, egyéb tisztségviselőit is hívogatjuk, várjuk ezen az alkalmon, előadó lesz Mészáros Tamás, egyházkerületi felügyelőnk is. Szombaton pedig délután 12:30 lesz Varga László testvérünk temetése, aki tragikus hirtelenséggel hívott el közülünk, mennyei atyánk. Ide is hívom és várom a testvéreket, mind a családdal való együttérzésként, mind pedig abban, hogy az éneklés szolgálatában vegyünk részt közösen. Vasárnap pedig, ha Isten engedi és élünk egy hét múlva, a megszokott rendben lesz Isten tiszteletünk. Úgyhogy sűrű, hosszú hét lesz, kívánom, hogy vegyünk részt az alkalmakon, és hordozzuk imádságba ezeket. Szeretném megköszönni a testvéreknek a templomtakarítási, az egyházfi és a videó szolgálatot, akik ezen a héten részt vettek, részt vesznek ezekben. Hirdetem még adományainkat, múlt vasárnapi persejpénzünk 26.100 forint volt, míg az emlékező család 20.000 forintot adományozott a gyülekezet céljaira. Istennek legyen hála az adományokért, és áldja meg az adakozók életét gazdagon. Kezdő énekünk a 102. számú ének lesz a gyülekezeti énekeskönyvből, Jókor reggel Jézus megáll. Az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében. A 44. Zsoltár így tesz bizonyságot. Kelj fel, Urunk, segítségünkre, válts meg minket, kegyelmedért. Istenünk, tulajdon fülünkkel hallottuk, atyáink beszélték nekünk, hogy a te orcád világossága segítette meg őket, mert kegyelmes voltál hozzájuk. Ezért dicsérjünk téged mindenkor, nevedet magasztaljuk örökké. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Kelj fel, Urunk, segítségünkre, válts meg minket kegyelmedért. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan jó, hogy itt lehetünk ma a te házadban. Olyan jó, hogy a mai napot is ránk virasztottad, és megadtad az erőt, a lehetőséget, hogy itt lehessünk ma. Hála neked mindezért. Hála neked azért is, hogy nem fáradsz el velünk foglalkozni, bennünket hívni, ami szívünkkel beszélni. Köszönjük neked, hogy ma is van üzenete igédnek számunkra. Urunk, és ma az az imádságunk, hogy ez az üzenet hadd jusson el hozzánk. Hadd ne legyünk mi akadálya annak, hogy te megszólíts bennünket. Urunk, köszönjük azt is, hogy te pontosan úgy szólítasz meg, ahogy arra szükségünk van. Akár örvendezünk, akár kérdésekben vagyunk, akár gyászban, emlékezésben, aggódásban jöttünk ma ide. És Urunk, köszönjük azt, hogy bármi is terheli ma szívünket és lelki ismeretünket, azt letehetjük eléd. Szeretnénk megvallani ma bűneinket, és te eléd letenni mindazt, ami szó, tett vagy gondolat, ami nem volt a te jó tetszésedre való, ami nem szeretetből fakadt, amivel bántottuk a másikat, vagy megszomorítottuk atyai szívedet. Kérünk, bocsáss meg nekünk ezeket az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg az oltár előtti felolvasású rendelt igéinket a mai napon, amelyet először az Ószövetségben találunk megírva Ézsaiás próféta könyvében, az 55-ös fejezetben a 6-tól a 11-es versig a következők. Isten igéje eléri célját. Keresétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyján útját a bűnös és gondolatait az állnak ember. Terjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok, nem az én gondolataim, és a ti utaitok, nem az én utaim. Így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, a magad adamon vetőnek és kenyert az éjjelzőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, mert nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. És hallgassuk meg az Új Szövetségből, a II. Korintusi levélből a 12. rész első 10 versét is. Pál erőtlensége és Isten ereje. Dicsekednem kell, ha bár nem használ, rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja. Elragadtatott a harmadik évig. Én tudom, hogy ez az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja. Elragadtatott a paradicsomban, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal. Ha csak az erőtlenségeimmel nem, pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall.
még kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, több is adatott a testemben, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban, mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istenünk beszédét, magasztaljuk őt az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Foglaljunk helyet. Készüljünk az igehirdetéssel kivetítőn olvasható énekkel, korábban ezt már énekeltük, hinni taníts Uram, kérni taníts. Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztusról. Amen. Helyünkön maradva hallgassuk meg, és kövessük hittel és figyelemmel mai igehirdetésünk alapigéjét, ahogy egyházunk azt kijelölte nekünk, Máté evangélium a 13. fejezetéből, a 10-estől a 17-es versig. A tanítványok oda mentek hozzá, tudnélik Jézushoz, és megkérdezték tőle, miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt, mert nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának titkait, azoknak pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. És beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése, halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett a nép szíve. Fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak. Fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom nektek, hogy sok proféta és igaz ember kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, de nem hallották. Ámen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Alapvető fizikai törvényszerűség, hogy a hang forrás közelében a legerősebb, a legérthetőbb. És minél távolabb vagyunk a hang forrástól, annál kevésbé halljuk azt tisztán vagy erősen. Mondjuk emiatt szoktam javasolni is itt a templomban is, hogyha esetleg nem hallunk mindent pontosan, akkor nyugodtan lehet előrébb jönni, előrébb ülni, hogy eljusson hozzánk az üzenet. Ma Jézust is úgy látjuk felolvasott igénkben, mint akinek a hallgatósága, mint hogyha különböző távolságokban állna tőle. Van, aki egészen közel és jól érti az ő szavát, van, aki pedig távolabb állva, alig-alig ért valamit az ő üzenetéből. Viszont mindjárt meglátjuk, hogy az igének ebben a helyzetében nem is a fizikai távolságról van igazából szó, nem a fizikai távolság lesz itt a döntő a megértés és a megtérés szempontjából. Nézzük meg így az első pontot, aminek ezt a címet adtam, akinek van füle, hallja. Akinek van füle, hallja. Minden egyes szakmának, vagy éppen hobbinak megvan a saját maga nyelvezete. Egyedi szófordulatok, ami a kívülállóknak talán teljesen idegenül, értetlenül hangzanak, míg aki benne van, aki ezzel foglalkozik, járatos abban a szakmában, vagy abban a hobbiban, az jól érti ezeknek a szakszavaknak a jelentését. És ez a kihívás, ez benne van a keresztény tanításban is. Mégpedig, hogy olyan szófordulatokat használunk, akár mondjuk igehirdetők a prédikációkban, amelyek a Bibliában jártas emberek számára érthetőek, közérthetőek, ismerősen csengenek. De valaki, aki mondjuk csak úgy ilyen értelemben az utcáról bejön, aki még csak most ismerkedik az Istennel és a hitnek a dolgaival, az ezeket a szakkifejezéseket sokszor értetlenül hallgatja, hogy nem tudom, hogy ez mit jelent. Viccesen úgy is szoktuk mondani, lelkészek egymás közt, hogy olyan kánoáni nyelven tudunk néha beszélni, amikor minden magyarázat nélkül dobunk be ilyen fogalmakat, hogy kegyelem, üdvösség, gondviselés, megváltás vagy áldozat, amiket akik évek óta járunk gyülekezetbe, hallgatjuk, olvassuk az igét, hát az olyan természetesen csengenek. De a hétköznapi beszédnek valahogy mégsem részei ezek a fogalmak. Ezeket kell magyaráznunk. El kell mondani, hogy miről is szól. És vannak ilyen fogalmaink, vannak ilyen szófordulataink. Emlékszem, hogy kisgyerekként sosem értettem, hogy mondjuk a szüleim vagy
nagymamám megy délelőtt templomba, és hogy ott miért osztanak délelőtt vacsorát. Ezt nem tudtam felfogni. Vagy amikor a hittanosokkal tanuljuk, hogy a fele barátnak a fogalmát, és akkor a kisgyerekek mindig úgy értelmezik, hogy hát ott az iskolában, óvodában is van, aki barát, van, aki nem barát, meg van, aki ilyen fél barát, akivel csak kevesebbet játszom. Hogy mi az a fele barát? Vagy hát ugye a konfirmációs előkészítőn 10 parancsolat. És ugye abból a 6., hogy ne paráznák, hogy hát annak nincs köze a barázdákhoz, amit a traktor húz a földeken. Vannak ilyen nehezen érthető fogalmak, amiket ugye meg kell magyarázni, hogy ez mit is jelent, hogy el tudjunk benne igazodni. És van, aki veszi a fáradtságot, utána jár, utána kérdez, hogy megtudja ezeknek a titkos rejtett kifejezéseknek a titkát. Felolvasott igényben azonban nem csupán ilyen jellegű megértésről van szó, hogy Jézus szavait kibogozni, hogy mit is jelentenek, hanem inkább már az ez után történő megértésről. Amikor már nincsenek nyelvi akadályok, amikor már értem a szavak jelentését, amiket használunk, de hogy mit is kezdek ezzel az üzenettel, amit így megértettem, amit így dekódoltam a magam számára. Marad belőle csupán információ, marad csak az általános műveltségnek a része, vagy alakulhat másképp is. Lehet-e belőle tanítás, amire nyitott vagyok, amit jól meggondolva végül befogadok, és alkalmazok a magam számára is. Hogy közel engedem magamhoz az Istentől jövő üzenetet, vagy inkább megtartom a tisztes távolságot tőle. Jézusnak a célja inkább az első, hogy engedjük közel az igét. Hogy, ahogy felolvasott igényben, Máté 13-ban is a fejezet elején egy jól ismert példázatot olvasunk. A magvetőnek a példázatát. Ott is arról szól, ez a tanítás, hogy van a gazda, aki pazarló módon mindenhova szórja a vetőmagot. Nem csak a jó földbe, ahol biztos termést lehet várni, hanem ugyanúgy szórja az útszélére, ugyanúgy szórja a sziklás talajba, és ugyanúgy szórja a tövisek közé is. Mert azt várja, hogy ezek a talán első ránézésre nem túl kecsegtető földek is termőre forduljanak. Nem sajnálja, nem szűk markú a vető maggal, hanem szórja mindenfelé. Ez pedig igaz az ige hirdetésével kapcsolatban is, amely sohasem lehet csak egy zárt körű klubnak szóló üzenet, ahova csak a kiválasztottak léphetnek be. Nem csak azok jöhetnek, akik értik és élik is az ige üzenetét, hanem mindenki, aki nyitott el, mindenki, aki érdeklődő, mindenki, aki csak szeretné hallani. A cél pedig az, hogy minél többeknél a megértésből aztán megélés is legyen. Hogy megértem az igét, és utána életté válik számomra. Ez pedig, hogyha bekövetkezhet a mi életünkben, akkor egyfajta kitüntetett helyzetbe kerülhetünk, amiről Jézus így fogalmaz, hogy, ahogy ki is emeltem, nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának titkait. A mennyek országát ismerhetjük meg az ige által. De nem egy titkos belső körről van itt szó, hanem a hívőknek a közösségéről, ami nyitott, ahova lehet jönni. Akik átélték már annak csodáját, hogy Jézus engem megszabadított a bűneimből. Jézus leoldotta azokat a láncokat, amelyek addig megkötöztek, amitől nem tudtam szabadulni, ami megbetegítette, meggyengítette az én életemet, ami elválasztott eddig Istentől, ami megakadályozta, hogy másokhoz szeretettel oda tudjak fordulni. Ezektől mind-mind az Úr Jézus már megszabadított. Már nincsen tartozásom Isten előtt, nem kell már tőle félnem, mert Jézus miatt már atyámnak mondhatom, aki hazavár az ő örök országába. Már nem az Isten ellensége vagyok, nem kell előtte bujkálnom, félnem, remegnem,
hanem már szeretett gyermekeként állhatok meg előtte. Ez a kör tehát bárki számára nyitott. Jézus ma is hív ide, minden vasárnap, ma is szól a hívogatás. Jöjj Krisztus közelébe, jöjj Krisztus követésébe, akinek van füle a hallásra, hallja. Ez tehát az első pont, az első csoport, akik hallják és értik Jézus beszédét. De megyünk tovább, és ennek a második pontnak ezt a kicsit vicces címet adtam, boldogok a sajtkészítők. Még talán a 70-es években készült a angol vígjáték Brian élete, ami hát Jézus, egy Jézus film, de egy nagyon hát egy görbe tükröt állít elé, nem Jézust akarja szerintem kifigurázni, hanem inkább az egyházat, meg a mai hallgatóit. És ebben van egy jelenet, amikor Jézus a hegyi beszédet tartja és mondja áhítattal az Istenről szóló tanítást. És olyan nagy tömeg van ott, és a jelenetben a tömegnek a legszélét, a legvégét látjuk, ahol már alig hallanak. Oda jöttek, ott a nagy tömegbe ők is becsatlakoztak, de alig hallják, mit mond a mester. Az a lényeg nekik, hogy jelen legyenek, hogy az ő nevük is ott legyen azon a bizonyos névlistán, hogy megjelentek között, de annyira nem érdekli őket az üzenet. És ott valaki ott hallgatózik, hogy mit mond, nem értem, boldogok a sajtkészítők. És akkor ebből jönnek mindenféle ilyen beszélgetések, meg vicces jelenet, de mennyire tanulságos ez. Hogy milyen sokan csak úgy ott vannak az Isten közelében, vagy valahol távol megállnak, annyira nem érdekli őket igazából az üzenet, felőlük akár a sajtkészítők is lehetnek boldogok, vagy bárki. Ők ott vannak, kipipálták magukba, hogy ma is teljesítettem az én kötelezettségemet, jelen voltam a gyülekezetben, meghallgattam egy igehirdetést, egy istentiszteletet, és kész, ki van pipálva. Nem azért van ez, mert aki így tesz, az rosszabb lenne, vagy gonoszabb, vagy butább lenne másoknál. Sokkal inkább ennek az oka a közönösség, a bezárkózás Isten dolgai előtt. Hogy én lezárok. Engem ez nem érdekel. Jézus így állítja fel a diagnózist, ahogy kiemeltem, megkövéredett a nép szíve. Fülükkel nehezen hallanak. Szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak. Fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek. Hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Három pontos biztonsági zárral zárkóznak el Jézus hallgatói Isten szava elől. Először ott van a szem, amivel megláthatnák a nyilvánvaló tetteket, amelyeket az Úr tesz. Azokat a látványosabb, vagy éppen csendes csodákat, amelyek körbeveszik mindannyiunk életét. Szemüket azonban ezen hallgatói behunyták Jézus előtt. Ott van a fül is, amely képes lenne meghallani azt az igei üzenetet, amely valójában örömhír. De inkább becsukják a fülüket sokan, és inkább veszik az ige szavát zaklatásnak, kirekesztő vagy gyűlöletbeszédnek, szeretetlenségnek, beperelnek miatta embereket, és el akarják hallgattatni az ige szavát. Mert fülüket, mondtam, bezárták, és csak nehezen akarnak hallani sokan Jézus körül. És a három pont közül pedig a harmadik, a szív állapota talán a legszomorúbb, amiről Jézus így fogalmaz, hogy szívük megkövéredett. A kardiológiai számon tartja a betegségek között a szív nagyobbodást. Egy olyan kóros elváltozást, amely halálos veszélyt jelent a betegre. Ugyanilyen veszélyes a lelki értelemben vett szív nagyobbodás, a megkövéredett szív, amely képes beszéd, egyfajta gőgös állapotot jelent. Amikor kijelentem, hogy én jobban bízok önmagamban, mint az Istenben, vagy ha nem is jelentem ki, de ez áll az értékrendem és a mindennapjaim mögött. Nem kell az ige, nem kell a kegyelem, nem kell az egyháznak a tanítása, közössége. Az kell, amit én magam elérhetek. Nem fogok én kérni az Istentől semmit. Nem is kell tőle semmi. Majd én megteremtem magamnak azt, amire szükségem van. Ha pedig nem jön össze, akkor én leszek a hibás. Nem másom múlik. És az ilyen megkövéredett, megnagyobbodott szívben már nincsen hely Jézus számára.
mert az tele van az én gondolataimmal, az én céljaimmal, az én elképzeléseimmel, az én értékrendemmel. És ez az a hozzáállás, amely elutasítja a megértést, elutasítja a megtérést, elutasítja a bűnök állapotából való szabadulást, a gyógyulást. És maradok magamba zártan, az igét nem engedem magamhoz közel, engem aztán ne formáljon senki és semmi, nem fog engem senki befolyásolni, hogyha rajtam múlik. Aki pedig így gondolkodik, az a maga ítéletének a kovácsa tulajdonképpen. Az nem az Isten ítéli el, hanem önmagát ítéli el. Önmaga választja azt, hogy nekem nem kell az Isten. Ő pedig ennek megfelelően távol is maradt tőle. És ez egy végtelenül szomorú diagnózis. És itt a végén pedig lássuk meg, hogy egyikünk sem úgy indul élete útján, hogy teljes szívvel ismernénk és szeretnénk az Urat. Sőt, hát tulajdonképpen egyikünk sem ismeri gyermekként. Azért kell is tanítani, szükséges az ismerkedés, a tanulás, szükséges az, hogy ilyen módon Isten közeledjen felénk. Van, akinél pedig már hamar, talán már gyermekkorban, fiatal korban megtörténik a nyitás Isten felé. Van, akinél csak később, hosszabb, nehezebb úton történik meg, felnőtt korban, vagy éppen idős fejjel. Lehetnek esetek, mikor egy villámcsapásszerűen változik meg az ember élete, Isten kegyelmét felismerve, van, amikor pedig hosszabb, nehezebb ez az út. Nekünk azonban nem dolgunk ilyen esetekben az ítélet. Ez nem a mi tisztünk. A mi feladatunk a kitartó imaharc, akár magunkért, hogy tudjam minél inkább átélni, megélni az ige üzenetét, vagy éppen az imádság azért az én szerettemért, gyermekemért, rokonomért, barátomért, hogy hadd ismerje meg ő is, hadd nyíljon meg ő is az Isten szava előtt. Ezt persze csak akkor tudjuk megtenni, ha a mi magunk 3 pontos zárja már megnyílhatott az Isten előtt. Ahogy énekeltük a kezdő énekben is, hogy Jézus ma reggel is körbejár és zörget a zárt ajtókon, kérdés, hogy megnyitjuk-e előtte. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei jó atyánk, hála neked azért, hogy te nem fáradsz el körbe járni közöttünk és zörgetni szívünk ajtaján újból és újból. Olyan könnyen be tudunk zárni előtted, ki tudunk téged elkezdeni életünkből, gondolatainkból és döntéseinkből. Adjunk, hogy ez ne így legyen, hogy ne kövérdje meg a mi szívünk, ne zárjunk le előtted, hanem tudjuk befogadni a te szavadat, amely gyógyító, életjobbító, és még fontosabb, hogy ők életre vezet. Kérünk, így hallgass meg mai napon könyörgéseinket. Urunk, könyörgünk mindenhol az ige hallgatóiért, hogy tudják a mai napon is hittel befogadni a te szavadat. Áld meg az ige hirdetőket, akár itt a faluban, akár evangélikus egyházunk többi gyülekezetében is, hogy hadd szólalhasson meg mindenhol a te igéd tanítása tisztán, igazán és szeretetből fakadóan. Urunk, add, hogy a te néped megerősödhessen és számban is növekedhessen. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Urunk, könyörgünk azokért, akik még téged keresnek, akik még nem ismernek téged, akik számára az ige szava talán még idegenül cseng. Addurunk, hogy ne bátortalanodjanak el keresésükben, és ha lehet, tudjuk őket segíteni, támogatni, őértük imádkozni. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, könyörgünk azokért, akik betegek,
azokért, akik gyengék, azokat, akik testi gyengeségük miatt nem tudnak ma jelen lenni, akik otthon pihennek, vagy betegágyon várják a gyógyulást, javulást. Kérünk azokért is, akik ma karanténba kényszerülve vannak otthon. Urunk, kérünk, adja betegeknek gyógyulást, adja az elesetteknek új erőt, és mindannyiunk mellett állj a Te biztató reménységeddel. Urunk, külön imádkozzunk azokért, akik ma gyászolnak, vagy gyászos emlékezésben vannak itt. Velük együtt érezve így imádkozunk. Jézus Krisztus halált győző, életet ajándékozó Úr, előre ment testvérünkre emlékezünk, és most sírunk. Te megértesz, hiszen Te is sírtál barátod sírjánál. Emberré lettél, megértett fájdalmunkat és gyászunkat. Előtted nem kell szégyelnünk könnyeinket. Köszönjük, amit az elköltözöttben nekünk ajándékoztál. Köszönjük, hogy itt járt közöttünk. Kérünk, enyhítsd fájdalmunkat, gyógyítsd lelkünk sebét, adj vigasztalást. Őrizd meg attól, hogy úgy gyászoljunk, mint akinek nincsen reménysége. És amikor majd megérkezünk hozzád, a mi szemünkről is törölj le minden könnyet. Némíts el minden panaszt és jajszót. Urunk, könyörülj rajtunk halandó embereken, és vigasztalj meg minket. Mindenható Istenünk, végtelen irgalmadban bízva kérünk, hallgass meg minket, a mi Úrunk Jézus Krisztusért, akinek nevében együtt, egymásért még így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig helyünkről fennállva fogadjuk Istenünk áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd és adjon néked békességet. Foglaljunk helyet és befejezésül a 361-es számú éneket énekeljük, szép fényes hajnalcsillagom.
erős vár a mi Istenünk.